mindenképpen azt kéne csinálni, hogy a Brutusokat itt meg kéne öldökölni egy kicsit. Úgyhogy jó. Azzal még ott egy kicsit várunk. Itt ugye nyomatjuk a lovasságot, mert az kelleni fog. Athénba pedig csinálunk egy kisebb flottát. Hát valóban egy kisebbet amúgy. Jó. Ide egybe fogjuk pakolni a lovasságot. Megérkeztünk a Rodoszra. Így van. Azt a nagyon kemény sereget működtetni fogjuk. Így. És... így, titeket egybe rakunk, és elindulunk majd Bizánc felé. Ugye, nagyon szépen. Azt is el kéne foglalni nyilván, úgyhogy... majd ugye a Brutusoknál partra akarok szállni, ott Kroton meg... nem tudom mi van még ott nál. Ó, a görögök meg is támadtak, nézz oda. Jó, azt a hadvezért mondjuk meg lehetne ölni elég szépen. Na igen, ez most érdekes csata lesz. Két hoplita, egy előcsatározó, egy lovas előcsatározó, meg egy sorozott hoplita, az annyira nem lényeges. Úgyhogy... hát igen. Mindenképpen rá kéne menni a hadvezérére. Ide is hozzuk őket nagyon gyorsan. Még ki tudja, lehet, el is tudom őket kapni. Na, cuppanyunk csak rájuk. Hát, elhittem. Nem álltok meg, azt ugye csak mondom. Ezek most... jó, erre meg erre. Mindenképpen kell a hadvezére. Hát én nagyon szépen be akarom őket keríteni nyilván. Gondolom az addig megvan. Jó, meg is vannak. Ó, mi ennyi? Ó. Remek. Na hát hadvezér nélkül már túl sok mindent nem fogtok tudni csinálni. Úgyhogy akár fel is adhatjátok mondjuk. Jó, bontsuk két részre. Igen, hát ezt valahogy gondoltam, hogy a hoplitáim meg fognak futamodni. Na. Egy. Na, ezeket mondjuk akkor meg is ölhetjük. Nagyon jó. Oké. Egy. Ajajajajajajajaj. Azért ennyire kemények nem vagyunk. Ja, de... mégis... falangszot felszedjük, mert Isten ősz, hogy abba halljanak meg a saját embereim. Mert ugye képesek rá. Ami azért annyira nem... nem olyan jó. Jó, megsemmisítettük a görögöket. Na, ennek örülök. Mehetünk Rodoszra. Oké. Na, hát ennyivel is erőrébb vagyunk. Tehát Rodosz már úgymond védtelen. Illetve ugye a nagyobb sereget azt el szeretném küldeni Pergamon felé, mivel hogy a görögöknek ugye az is alapvető városa. Na nézzük, mennyi védelem van ebben? Hát rengeteg. Nem baj, jó van az úgy. Oké, nagyon szépen. Legfejlettebb frakció lettünk, ennek örülök. Hoho! Decius Secundus. Secundus. Az igen. Na hát megnézzük, mit tud. Kár a hoplitákért. Jobb lett volna, én veszem fel őket zsoldosnak.
Ó, nézd már! Na hát itt a sok mindent fognak tudni csinálni. Jó. Decimusra rácuppanunk. Így. Nagyon szépen. Ó, jó, lesz az, úgy látom, még a hülye előre is tolja őket, úgyhogy teljesen jó. Erről van szó. Na, gyerünk azt a hadvezértőjétek meg, köszi. Jó. Futamodjatok már meg. Na, azért mondom. Erről van szó. Na hát ez egy ennyi volt. Jó. Na hát ennyit a nagy Brutus seregről. Rendben van. 41 lovasomba került. Hát az annyira nincs rendben. Na, most van az ugye, hogy indulunk szépen a Brutusokhoz. Ha már ők is ide látogattak, akkor menjünk mi is. Most viszont végre összevonjuk a lovasságot, mert ez már így nagyon szeretve tett. Ezt már így nem szeretem, tehát harcoljunk teljes egységekkel. Így. Így. Perfekto. Na hát őket mindenképpen átrakom, mert valamivel kell majd ostromolni. Így. Ó, oh, hello. Megjöttem. Amúgy. Na, ezeket én fel is osztatom, mert ez nagyon gyász, úgyhogy... És így. Már ő ne tudja legalább felvenni. Jó. Nézzük csak meg, ezeket nem tudjuk elsüllyeszteni. Ó, hát miért tudnánk, ugye? Hát... Ez nem az a játék. Így. Így, nagyon szépen csinálunk egy ilyen gyengébb kis lovas sereget, ugye? Még az őket is küldjük, és őket fogjuk már ugye Pergamonnál partra pakolni. Jó. Oké, egyelőre mehet egy kör vége. A Tarentumnál partra szálló lovas seregemnek elég nagy jelentőséget tulajdonítok, mivel... Itt ugye elég sok mindent le akarok gyalázni vele. Jó, most egyelőre nem költök építkezésre, mert most a sereg sokkal fontosabb. Így. Így bizony. Még azért ezt is felvesszük, érted? Na, haladjunk Pergamonhoz. Ó, Rodoszban nézzük már meg, milyen helyőrség van. Ó, egy hadvezér, na akkor azt még most egyelőre nem bántjuk. Apollóniába átképezzük a lovasságot. Jó, nem baj. Termomba ugye mennek még a hajók, még mindig. Itt azért számítok arra, hogy meg fognak támadni, tehát nyilván. Hülyék lennének nem megtámadni. Hát mondjuk hülyék, szóval... Hogy így, érted? Ó, oh, kitört a görög. Hát ennek én csak örülök. Hadvezére meghalt, onnantól kezdve győzelem van instant. Ha meg nem, akkor ugye megint hozok egy kis sereget. Hát mondjuk azért négy csapat lovassal a hadvezérét meg kéne ölni, tehát akárhogy nézzük. Így.
minél jobban el akarnám őket csalni. Tehát, hogy érted, a lovassága jöjjön már ki elsőnek, az lenne a fő célom. És pont a lovasságát nem küldi ki? Vagy most... Hol a lovassága? Mármint inkább úgy mondom a hadvezére. Ah, megvan. Így. Jó, cuppanjunk rá a lovasságára. Ó, nagyszerű. Na, a lényeget legyetek kedvesek megölni. Nem jön, ennyit érnek a hosszú lángyások. De refutamodjon már meg. Na, hát azért mondom. Hogy? Nincs hadvezéretek, amúgy feltűnt? Szóval, ezeket itt most nagyon hátba kell kúrni. Ezek pedig valamiért nem törnek meg. Oh, hát ez annyira nem volt egy jó ötlet. Ajajajajajaj. Hopp 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 hopp. Na? Azért mondom. Azt hittem, már nem akarnak megtörni. Hát mondom, azért hadvezér nélkül már ez egy kicsit már durva lenne, hogy most se törnek meg. Érted a szitut. Na jó. Nyilvánvaló, hogy győzelem. Az vagy te. Na, hát ezeket kiírtjuk. Ugye? Elfoglaltunk egy világcsodát. A rodoszi kolosszust. Most akkor nagyon kemények vagyunk. Képezzük a kis lovasságot, meg ki tudja, mi lesz még itt. Há, inkább legyen ugye több, mint hogy ne legyen. Így van. Hát persze, hogy hiába való. Ó, Pergamon, nézd már oda. Görög családtag, érted, keresztapa? Nem, amúgy nem. Tarentum az valószínűleg el fog esni. Legalábbis ott teszünk róla. Így. Pompás. Hát azért Athénba nyomassuk már a hajókat. Mink ezt a kis flottát is idehozhatnánk nyugodtan. Így. Larisszából kihozom a leadert. Így. Oké, és na nyomassunk egy kör végét most már aztán. Ó, a hős görögök. De nem igaz, hogy mindig van két nyomorult hoplitáj. Azokat mindig külön kell szarakodni, hogy megöljem. Hozz meg és uralkodj, ez igaz. Tehát ez elég sok helyzetre igaz. Na nézzük. Hát ez megint hosszú csata lesz. Jaj, gyerekek. Egy. Azért egy kicsit futhattok nyugodtan. Na, shit. Uh-huh.
ez már egy elég vicces. De érted, nem állnak meg, tehát hogy ezek küldik. Jó. Ezek nem akarnak megtörni. Törjetek már meg. Hát ez kész. Na jó, ismételten levágtunk egy sereget. Aminek ugye megint rengeteg értelme volt, hogy nekem jött. Hát melyik az képest jó sok lovasomba került. Na jó. Hogy örülnek maguknak? Jó. Na. 81, úristen. Nem baj, legalább egy hadvezére oda lett. Úgyhogy most már Pergamon felé szabad az út. Gondolom én. Van ebbe vajon hadvezér? Hogy ne lenne? Frakcióvezető. Hát, ha sikerülne. Kiírtanánk ugye a kis görög dolgokat. Hát figyelj, Tarentumban úgy látszik elég nagy vérontás lesz ismét. Úgyhogy az addig tök publikus. Közben ugye csinálgatjuk a kis sereget, nyilván. Így. Esetleg zsoldos, nincs itt. Itt sincs, jó. Hát én ezt kivárom, tehát Tarentum nyugodtan törjön csak ki. Vágod. Úgyhogy. Mi van még itt? Hát egy kör vége az így eléggé. Ez hol van? Gondolom Tarentumnál, igaz? Ó, nagyszerű. Erről van szó, finom kis Brutus hús. Érted? Na, nézzük akkor. Ja, nagyon esztétikusan. Na! Makedón nehéz lovasság, minden van. Minden játszik. Ó, ellenségnek erősítése is van, júj. Nem tudom most ezt, hogy fogjuk megcsinálni. Így. Így, haladjunk nagyon szépen. Mint aki ugye nem siet sehova. Jó. Hát ezt nagyon szépen ugye körbe veszük őket, tehát hogy... egy elég érdekes lesz. Na nézzük. Te oda mész, te oda. Te amoda. Így, né. Minden játszik. Így. Na hát szerintem egy kicsit körbe vannak az évéve. Ez túléli, akkor tud valamit. Hát ezt valahogy én is így gondoltam. Ez egy elég egyértelmű 100%-os megsemmisülés nekik. Ó, még várja, még ott jön a többi. Vágott, tehát nem úgy megy az. Na. Ugye harci kutyák azok általában bágosak, tehát hogy... és nem. Vagy mégis? Ahogy ne látjátok, tehát... eredeti játék forever. Egy, kettő. Gyerünk. Hogy kéne, hogy minél hamarabb megöljük a hadvezérét? Na hát én azt elmondom nektek. Így. Hasztatuszok oda. Így, biza. Ó, nagyszerű.
Vissza. Most. Most már azt mondom, hogy ez oké. Okay. Hát annak nagyon ülök. Hát ezt valahogy gondoltam. Érted? Tehát az, hogy mi egy hadvezért nem tudunk elkapni, az úgy már alap. Hát tudod, és öcsém elmenekült, tehát hogy... nem baj. Fog ő még meghalni? Na, ezeket nem akarjátok levágni, úgy tök véletlenül? Köszönjük. Ezeknek van ugye a legjobb dolguk. De komolyan, tehát azok is semmit nem csinálnak, érted? Csak így vannak. Na jó. Hát több mint 600 Brutust levágtuk most így nagyon hirtelen, úgyhogy most már Tarentum nyugodtan az enyém lehet. Mindjárt gondoltam, tehát azért az egy nyomorult hadvezér az elmenekült, szóval... Szóval ő ugye kemény. Nézd már! Frakcióvezető? Jó, na nézzük! Írtsuk ki őket is, hogyha már úgyis itt vagyunk. Na, hát ugye nagyon remélem, hogy görögöknek nincs több városa, mert akkor most már elvileg sikerülne a kiirtásuk, aminek én nagyon-nagyon örülnék. Istenem, az a nyomorult hoplita. Nehéz páncélos hoplita, köszi. Aranyos vagy. Várja. Ezt valahogy így kéne. Na, cuppanjunk rá a hadvezérére. Mert ez így nem állapot. A hadvezérmet nem merem ráküldeni. Egyelőre. Így van. Jó, na most. Na most megtörnek. Gyerünk! Na sokáig tartott. Na, átfordulnak vajon? És nem. Ez... de rossz! De miért nem fordulnak át? Nem baj. Azt nem kellett volna. Tökéletes. Jó. Na ezt még itt elkapjuk, aztán tök jók vagyunk. Frakcióvezetője már ugye meghalt. Jújjújjúj. Falangszott fel. Na nézzük. Így, te pedig jössz erre, hogy még véletlenül se tudjanak elmenekülni. Jó, hát úgy néz ki, nem is nagyon fognak. Jó, még azért nyilván hadvezéri testőrséget is levágjuk, hogyha már úgyis itt vagyunk. Hát igen. Ez jól sikerült. Oké. Megvan Pergamon. Úgyhogy nagyon remélem, hogy most már görögöknek vége van, mert amúgy meg Bizáncot elfelejtettem támadni. Shit. Kiírtjuk, persze. Megfelelő férj. Elpusztultak a görögök is. Na végre. 12 provincián van. Hát az nem olyan sok. Úgyhogy valamit csináljunk itt. Valami támadásos történetet. Mondjuk Halikarnaszoszt is simán el tudnám foglalni. Amúgy. Nem. Ez úgy nem jó. Pakoljuk őket hajóra. Szépen ugye itt megkerüljük őket. Itt is van ugye lovasságom.
Hát ezek azért vannak, tehát itt megint lesz valami. Na, ott van Kydónia. Hát ide látom, hogy arra vár, hogy elfoglaljam. Öcsém, és nem tudom megtenni. Pestis járvány, kézipumpa, házasság, egyik sem nagyon érdekel minket, úgyhogy... Na most már azért nyilván megostromoljuk. Így van. Megyünk ugye szépen Bizáncra is, úgyhogy tök jó. Na ez honnan szeret ezer embert? Most mondd meg. Nem mint hogy annyira érdekel, mert ezeket is levágjuk, tehát hogy így... Ezer Julius levágunk. Na, hát Hastatusokkal nem fogja megállítani a kis rohamomat, úgyhogy csókolom, sziasztok. Na nézzük. És akkor ti most kemények vagytok, mert úgy álltok fel, mint egy légió, hát ugyanúgy végigmegyek rajtatok. Ajajajajajaj, de buta, nagyon hülye. Na. Így. Faszásul ide felállunk, és akkor olyan romot kapnak, hogy... Hogy júj. Így álljunk fel szépen. Ó, Hastatusok már jönnek is. Hát nézz oda. Oké. Hát szerintem kezdjük. Kezdjük az írtást. Egy. Ti ketten meg oda. Na gyerünk. Nézzük. Hát igen, ez valahogy úgy sikerült, ahogy terveztem. Ajajajajajaj. Na most már futottok. Hát ilyen nincs. Így, nyomorult harci kutyák, ugye. Az nagyon fontos. Gyerünk már! Ezt nem hiszem el, hogy nem futamodnak meg. Na. Erről van szó. Oké. Gyerünk. Felállni hadrendbe azonnal. Hát ez is jól sikerült, úgy látom. Jaj, a kis Brutus gyereket is nyírbáljuk már meg. Így. Nagyon szépen. Te pedig gyere erre felé azonnal. Ott van Tarentum a háttérben, nagyszerű. Ugye nyilván ezek arra kellene, hogy ne nagyon futamodjanak meg, és hát ne tudjon elfutni a hadvezér. Mondjuk így is jó. Hősies győzelem, köszönjük. Tökre megérte. Érted? Tehát, hogy... na. Megvan Tarentum, az a lényeg. Ajajajajajaj.